A gyógynövények külső gyógyító erejéről, hatásairól tanulhattak azok, akik ellátogattak a Fekete Sas Patika Múzeumba. Az előadó ezúttal Lencsés Rita fitoterapeuta volt, aki beavatta a hölgyeket abba, hogy hogyan őrizhetik meg szépségüket, fiatalságukat, csupán a növények használatával. Direkt olyan témát hoztam elő, ami szerintem jó lenne, hogyha mindenki megismerné, hogy hogy lehetne otthon házilag, akár élelmiszerekből is, tehát nem fogok olyan nagy újdonságot mondani, mert előkerült például az uborka, akkor az alma, almaecet, citrom, hogy egyáltalán az, hogy lehet úgymond felhasználni a méz szerepe például, vagy például a zappehely, tehát ezek majdnem, hogy mindig otthon vannak, illetve vannak olyan gyógynövények is, amik például a levendula, illetve amiből lehet akár egy hidrolátumot készíteni, tehát ilyen vizes oldatot, vagy olajat, felhasználjuk az illóolajokat, és akkor magunknak készíthetünk például egy lemosót, vagy készíthetünk egy szérumot. De készíthető mindezekből még ajakbalzsam, testápoló, vagy például fürdősó is, amelyek nem csak a bőrnek, a léleknek is éppen ugyanolyan hasznosak, tette hozzá a szakember. Az előadás résztvevői azt is megtudhatták, milyen időközönként ajánlott ezek használata. Én azt mondanám, hogy ha nagyon problémás, akkor nem biztos, hogy minden nap. Én mondjuk azt olvasom mindenhol, meg hogyha valaki ezzel foglalkozik, hogy mindennapos tisztításra lenne szükség, és mindennapos ápolásra, de ha valakinek nem problémás a bőre, akkor lehet ez egy olyan heti rendszeresség, hogy mondjuk két naponta, tehát attól függ, hogy milyen a bőrünk, milyen bőrtípusunk van, meg szerintem mindenkinek egyenileg kell megtalálni, hogy neki mi válik be. Lencsés Rita soron következő előadása már az adventi időszakban lesz, amikor apró ajándékötletekkel készül az érdeklődők számára.